Biztos elfelejtetted már, hogy átlapoztad, vagy átugrottad azt a kérésemet, hogy nézzél egy kicsivel nagyobb gyereket. Mert az segít a legjobban abban, hogy belásd, mennyire hozni fogja a te gyereked is azt a formát. Ez azért jó, mert akkor ahelyett, hogy a szülői együttműködésben azon fáradoznátok, hogy valamire rávegyétek a gyereket, elkezd az a szemlélet jönni, hogy amiben most van, abban lejjen örömömet. És ez egy csoda. Tehát, hogy egy ekkora korú gyerekben mi minden működik, meg milyen fantasztikus teljesítményre képes, meg szinte egyik napról a másikra mi mindenre képes. Tehát ez olyan csodálatos, mondjuk azt hasonlítom, hogy hát azt nem látod, hogy hogyan mozog az óramutató. Tehát azt alig látod, hogy egy felnőtt hogyan fejlődik. Még a percmutatót se látod, hogy mondjuk a ti párkapcsolatotok hogyan fejlődik. De azért, hogyha időnként ránézel, akkor láthatod, hogy a fogantatástól mostanáig micsoda hatalmas változáson ment át a ti szülői együttműködésetek. A gyerek meg a másodperc mutató. A gyerek szinte másodpercről másodpercre alakul át, hozza az új világot, és hogyha arra álltok rá, hogy ezt figyeljétek, és örömmel fogadjátok, és csodáljátok, akkor a gyerek megkapja azt, ami a számára legfontosabb. Az pedig az elfogadó, elismerő öröm. Az a legfontosabb motiváció neki, mert hogy az igazi orientáció az ő számára a világban az, hogy titeket figyel, téged figyel, a felnőtteket figyeli. És hogyha a felnőttektől elfogadást kap, akkor azt érzi, hogy ő jó és jót tesz. Hogyha a felnőttektől elutasítást kap, vagy irányítást kap, akkor az az érzése, hogy ő vele baj van. És akivel baj van, és akinek rossz aki bizonytalan, az agresszív lesz. És emiatt nagyon gyakran fordul elő, hogy az ilyen kicsi gyerekek már agresszívek. Egy kicsit hátralépve megnézed másik emberek gyerekét hiszti közben, akkor rá fogsz jönni, hogy azokat a mondatokat nem ők találják ki, nem a gyerekek találják. Egy gyerek nem mondott, hogy százszor megmondtam már neked, hanem ő tükrözi a felnőtt viselkedést. Behozza a felnőtt viselkedést. És hogy maga az agresszió, az egy ilyen öngerjesztő kör, amiből csak úgy tudsz kilépni, hogyha elkezded a gyereket a valódi teljesítményeire és a valódi fejlődésért csodálni, és ez nagyon könnyű, csak szokjál hozzá.